projektekről beszélünk, hogy a jövőben hogy tudna a megye Mordának is segíteni. 2020 májusában a Tolna megyei közgyűlés elindította a Tolna 109 elnevezésű projektjét, aminek célja az, hogy egyforma figyelmet kapjanak a megye települései létszámtól függetlenül. Orbán Attila, közgyűlés alelnöke elhatározta, hogy saját tapasztalatot szerez, és körbejárja mind a 109 települést, hogy felmérje, milyen fejlesztésekre lenne szükségük. Így jutott el Tolna megye legkisebb településére, Murgára is. Én már jeleztem a megyei közgyűlés felé, hogy Murgának mire lennek szükségek. Itt többek között a turizmus fejlesztés, belterületi csapadék, vízelvezetés, az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése. Többek között felvetettem azt, hogy mi a zsáktelepülés vagyunk. A zsáktelepülés, ha megszűnne, ha a Felsőnánával itt a Földes úton szilárd burkolatú út lenne, illetve a célszerűnek tartanánk azt, hogy ha egy kerékpárút is épülne végül is mellette, mert ugye a mostani mai helyzetben elég sokan igénybe veszik a kerékpár adta lehetőségeket. Továbbá hát, amik majd ki lesznek írva a pályázatok, és mi szempontunkból meg tudunk ragadni, azt majd a későbbiek folyamán egyeztetjük, és ha mód és lehetőség van rá, akkor mindenképpen szeretnénk majd pályázni. Mivel minden polgármester több mindent szeretne fejleszteni a településén, így egy fontossági sorrendet kell felállítaniuk. Az elsőleges célunk itt a belterületi csapadékvíz elvezetése lenne. Mi itt egy völgytelepülés vagyunk, és a nagy esőzések következtében itt a murgai ároknál sok probléma volt, illetve kiöntött az árok, és itt a nagyon szép kis központunkat itt elárasztotta, és hát egy iszaptenger volt a központon. Én talán ezt tartanám az elsőleges célnak a település szempontjából. Turisztikai fejlesztést is felvetettem. A település nagyon szép környezetbe fekszik, valamikori pince sor, ami volt ott egy turista útvonalnak a kialakítása, esetleg, hogyha ha nagyon sok pénz lenne, akkor egy turista ház létrehozása, mert én biztos vagyok benne abban, hogy a pihenni vágyók azért eltöltenének itt egy-két napot, vagy akár egy hetet is ilyen jó kis levegősű környezetbe. Murga polgármestere elmondta, nem érzi azt, hogy ellennének felejtve. Ők mindent megpróbálnak, hogy azért a megyének a legkisebb településére is jusson valami a toppos pályázatok, vagy a fejlesztési lehetőségek. Ígéretet kaptam arra, hogy ha ezek a pályázatokra kiírás kerül, akkor minden lehetőséget és mindent megadnak abba, hogy sikeresen tudjunk pályázni. A Tolna megyei közgyűlés több projektet is megvalósított már a megyében, a terület és településfejlesztési operatív programon belül. Sok csapadékvízelvezetési problémát oldottak meg, úthálózatot, kerékpárutakat építettek, fejlesztettek. Elindítottuk a Tolna 109 projektünket, aminek az a lényege, hogy minden egyes Tolna megyei településre ellátogatunk személyesen, megismerjük a települést a maga valóságában, elbeszélgetünk a település vezetőkkel, és most már a 109-es sorban a 94. Murga. Azért fontos Murga, mert ebben a sorban a kicsikre is odafigyelünk, és Murga a megye legkisebb települése, most mondta el polgármester úr, hogy alig élnek 60-an ebben a faluban. De nekünk a legkisebb is fontos, sőt, aki gyereket nevel, az tudja, hogy a kicsikre még jobban oda kell figyelni, mint a nagyokra, és ezt tesszük. Átnéztük a projekteket, mire lenne szüksége Murgának, hogyan tudna a megye segíteni a murgai embereknek, és azon leszünk, hogy ami tőlünk telik, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez a kis falu tovább tudjon élni. Nagyon sok településen vannak fejlesztéseink. Már átadtunk agrárlogisztikai központokat is az elmúlt időszakban, nem csak egyet, ipari park fejlesztésünk is van,
úthálózat fejlesztéseink vannak. Nem sokára munkaterület átadás lesz egy út kapcsán, amit ugyancsak a megye a topos forrásból fog megvalósítani. Nem sokára kerékpárút munkaterület átadásra kerül sor Tolna térségében. Nem olyan rég voltunk Potápi Árpád képviselő úrral Kölest és Kistormás közötti kerékpárút munkaterület átadásán, úgyhogy nagyon sok projektet sorolhatnék, és nagyon sok csapadékvizes projektünk is van, hála Istennek, és ezek is hamarosan elkezdődnek, és így egy kicsit tudjuk a megye falvainak az állagát óvni, és ezekkel a beruházásokkal természetesen fejleszteni a településeket. Mindig azt kell mi mérlegeljük, és meglássuk, hogy akik kimaradnak valamilyen körből, azoknak is lehetőséget biztosítsunk, hogy nehogy úgy járjanak a települések, hogy akinek van, annak még adatik, akinek pedig nincs, még az is elvétetik tőle, ami van. Úgyhogy egy kicsit a méltányosság és az igazságosság talaján is kell mozogjunk, de ezt csak akkor látjuk tényleg, hogyha végigmegyünk a településeken, és mind a 109 településnek megismerjük a helyzetét és a lehetőségét. A megye látóteréből egyetlen település sem eshet ki. Mind értéket képvisel és szerepe van a megye sorsának alakulásában. Ezt a szálat akarja a Tolna megyei közgyűlés, a Tolna 109 nevű projekttel rövidebbre húzni, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, már-már testvéri kapcsolatot ápoljanak.